Játék közben tanítják a gyerekeket arra, hogy mindenki egyforma. A résztvevők szinte mindent kipróbáltak. Kipróbáltam ezt a rajzolóságot, utána azt a... Hogy mondjam, amit össze kell rakni, ez a kockásat. Ez... Most fogom ezt megcsinálni, ezt a programot. A gyerekek párban vagy kis csapatban oldják meg a feladatokat, hogy megtapasztalják az együttműködés erejét. A Színezd át programsorozat fő célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét egymás megismerésének és elfogadásának fontosságára, de a felnőtteknek is tudtak új élményeket adni. A legjobb és a legpozitívabb visszajelzés egy fotós kollégától érkezett. Úgy ment el a rendezvényünkről, hogy azt mondta, hogy roma gyereket így mosolyogni még nem látott. A Színezd át szolnoki állomásának védnöke Drávucz Rita arról beszélt, hogy a kitartó munka eszköz lehet a társadalmi különbségek leküzdésében is. Amit szeretnének elérni, kitűzött célt, legyen az a legkisebbtől a legnagyobbig, mindennapi munkával el fogják tudni érni. A család és népesedés politikáért felelős államtitkár arról beszélt, az ilyen programok segítenek abban, hogy más napokon is toleránsabbak legyenek egymással az emberek. Minden ilyen családi közösségi rendezvény hozzájárul ahhoz, hogyha jól érezzük magunkat itt együtt, akkor nyilván a hétköznapokban is sokkal egyszerűbb az együttműködés. A Színezd át Roadshow Szolnok után Szegedre, majd Győrbe, októberben pedig Budapestre látogat. A családi nap mellett mindenütt színpadra állítják a Somnakaj című roma musicalt, melyet az ős bemutatón 2014 áprilisában Áder János köztársasági elnök is méltatott.